bemelegítenek az üzletasszonyok és üzletemberek a vetélkedő előtt. Az erőnlétre szükség is van, hiszen 24 óráig biztosan talpon kell maradniuk. A reggeli torna után indultak is a helyszínre, a Széchenyi István gimnázium tornacsarnokába. A város 8 középiskolája delegált csapatot a megmérettetésre, melynek találó mottója ennyi volt csupán, aludj máskor. És valóban sok minden az állóképességen múlott. A csapatoknak idén saját vállalkozást kellett megálmodniuk, majd létrehozniuk. A vetélkedőre pedig stílszerűen elegáns ruhába bújtak a jövő üzletasszonyai és üzletemberei. Boldogságsziget RT a nevünk, és egy boldogság automatát csináltunk, ami a szomorú embereket felvidítja és boldoggá teszi. Egy üzletet kellett alapítanunk, és mi egy ilyen paraszt vállalkozást csináltunk, de majd a bemutatkozónkban ki fog derülni, hogy mi is lett az igazi termékünk. Mi igazából egy ilyen modern, ilyen jövőbeli robotokat csinálunk, de bármi, amilyen, szóval ilyen űrtechnika, meg ami, szóval a legabszolút modernebb dolgokat. A 24 órás vetélkedő az év legnagyobb középiskolás bulija. Nem véletlen, hogy a fiatalok hetek óta készültek a nagy megmérettetésre. Minden iskolát összehoz egymással, mindenképp meg tudunk mérkőzni, és egész egy nagy buli. Mert egy és fél hete minden este benn voltunk 7 óráig az iskolában, nagyon lelkesen, de egész csapat nagyon várja már, úgyhogy hajrá Varga! Partnerek voltak a buliban a város vezetői is, bár nekik nem volt kötelező a virrasztás. Szalai Ferenc polgármester, valamint Kalmár Lilla volt diákpolgármester. A 24 órás vetélkedő keretében adta át a város kulcsát a frissen megválasztott diákpolgármesternek, Szöllősi Kristófnak. Hálóan kerülök a kérdőbe, ez a program, ez a 24 óra, így sorban, hogy a saját iskolában, a tetőnapadjátok, képviselhetek, gondolkodhatatok jó sokáig az, hogy mit fogok az időcérként elrakni a mai estére, a mai napon a hozatimára, viszont ennek akár csak tavaly nem sikerült a kizárólagos győzelem, idén sem. Az első helyen a Közgé és a Varga osztozott, ahogyan egy évvel ezelőtt is. A nagy együttmunkálkodást pénznyereménnyel és több aprósággal díjazták a támogatók. Ahogyan a versenyen is elhangzott, nem a díjért küzdöttek a résztvevők, hanem a maguk kedvére, iskolájuk dicsőségére.